És most adományosan elmondjuk az eskü szövegét. Mondjátok utánam. Én igazságot fogadom, hogy a harcművészetben megszerzett tudásommal vissza nem élek, azt csak jóra és mások javára használom. A gyengéket és rászorulókat megvédem és segítem. A Magyar Zenbután Kempó Sportági Szövetség érdekeit. Mindig szem előtt tartom, ellene soha nem cselekszem. Mestereimet mindenkor tisztelem és becsülöm, iránymutatásaikat elfogadom. Isten engem úgy segélyen. Nagyon-nagyon kemény vizsgán vagytok túl, egy nagyon jó vizsgán. Végig néztem, hogy csináltátok, és ahogy küzdöttetek ezért a következő fokozaton, és azt gondolom, hogy van aki, amikor az Zenbukán Kempóban egy fokozatot lép, a sokkal, de sokkal több annál, mint egy harcművészetben lép egy fokozatot. Én azt gondolom, hogy az életében lép egy fokozatot, egy szintet. És ahogy ti most léptétek ezt a szintet, az egy nagyon-nagyon fantasztikus dolog. És végignéztem, ahogy vizsgáztok, ahogy edzetek, és a nagyon nagyszerű embereket láttam, nagyon nagyszerű harcosokat, olyanokat, akik ragyognak. És én azt kívánom nektek, hogy ragyogjatok ugyanúgy tovább, és mutassátok példát, és mutassátok az utat. Hogy mondjak én is egy pár szót, hát többször hangoztattam, most is elmondom nektek, hogy ez egy egyedülálló szervezet. Hasonlóképpen nem igen működnek a harcművészeti szervezetek. Legyetek rá büszkék, és a többiek, akik itt vannak, törekedjenek, hogy bekerüljenek ebbe a feketőves csapatba. Köszönöm. Még két feladatunk van. Ugye az egyik